Tisztelt vendégeink, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket tavasz köszöntő hangversenyünkön, immár 10. éve. Gondolták volna, hogy ennyi év eltel. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Kondora Istvánt, Sárvárváros polgármesterét. Örülünk, hogy idejébe belefér ez a ma esti hangverseny. Természetesen tisztelettel köszöntöm az intézményvezetőket, a kedves kollégákat, a szülőket, hozzátartozókat, és nem utolsó sorban a kórustagokat, a felnövekvő nemzedéket, itt a mellettem álló Nádasdy Tamás Általános Iskola kórusát. És most felkérem Wimmer Roland plébános urat, köszöntse az egybegyűlteket. Kedves közönség, a templomból mindig otthonosan szólok, de itt azért mégiscsak egy kicsit zavarban vagyok, nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy egy-egy ilyen ünnepséget vagy hangversenyt megnyissak. Életemben ez az első. Prédikációimat nem szoktam különösebben leírni, csak vázlatot szoktam magam elé rakni, de mondom, meg lehet, hogy itt belesülök, és ezért pontosan leírtam, amit mondani akarok. Amikor Haller tanárnő megkért arra, hogy köszöntsem az egybegyűlteket, akkor felelőtlenül hirtelen igen mondtam rá. Ezen a jó kis alvós délutánon megszakítottam a pihenő programomat. Tavasz köszöntő hangversenyre gyűltünk össze, és hát valljuk be őszintén, nem éppen tavaszi időjárás közepette. Akik ma viszont szakítottak időt, és eljöttek ide a gimnáziumnak a dísztermébe, azonban biztosak lehetnek abban, hogy azok a dalok és énekek, amelyek ma itt elhangzanak, valahol a lelkünket örömteli, tavaszi hangulatba öltöztetik, a szívünket és a lelkünket egy kicsit fölemelik a mindennapi taposóvalomból. A pap neveldében egy híres énektanárom volt, Jáki Teodor Bencés atya, aki egyben néprajzkutató is volt. Ő nagyon sokszor idézte nekünk, papnövendékeknek, hogy aki szívből tud énekelni, az kétszeresen imádkozik. A templomba is mindig arra buzdítom, a saját magam éneklése által is az ott egybegyűlteket, hogy akkor vannak valójában jelen, hogyha énekelnek. És ugye ma bárhova belépünk, nem csak a templomokban, hanem ahol esetleg közösen kellene énekelni, vagy valami közösségi dolgot kellene tenni, akkor a legtöbb ember csak hallgat, tehát ki sem merik nyitani a szájukat. Pedig ez nagyon fontos és közösségformáló erő, hogyha tudunk például akár egy bálban, akár egy közösségi összejövetelen, vagy éppen a templomba együtt énekelni. És nekem nagy ajándék az, hogy ott az én általam vezetett közösségben azért nagyjából mondhatom, hogy énekelnek az emberek, polgármester úr is, Haller tanárnő is, ugye tanúbizonságot tud erről tenni. Ők maguk is hát szeretnek énekelni, és hát hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberi szívek azok fölemelkedjenek, mondhatnám azt is, hogy az isteni magasságokban. A mai korban nagyon fontos lenne a zene és éneklés idézőjelben tudományának a továbbadása az ifjúság számára. Nem a helye annak, hogy nagy hiányérzetemnek adjak szót, amikor 25 évvel ezelőtt ide kerültem Sárvárra, és az egyik általános iskolában hát igen magas szinten művelték a zenei oktatást. És ma
ilyen zenei oktatás, amely kifejezetten erre a részre lenne fókuszálva, ma már nincs. És ugye tapasztaltam magam is, hogy azok a gyerekek, akik ilyen énektagozatos osztályba jártak, hogy éppen néptáncra jártak ugye abból az iskolában, hogy lelkileg milyen kifinomult gyerekek voltak. Mert az éneklés, a zene szeretete, az valahol megfinomítja az embernek a lelkét is. Tehát nagyon fontos lenne, hogy akik szeretjük a zenét, szeretjük az éneket, és gyerekekkel foglalkozunk, valami módon próbáljuk megszerettetni velük az éneklést, magát a zenét. Mert biztos vagyok abban, hogy aki szeret énekelni, annak az embernek a lelke, a szíve, az élete is kifinomodik, és tartalommal teli harmonikus életté válik. Mindhárom tanárnő nagyon jól ismerem, már régóta. Haller tanárnő talán a pedagógus kórusnak a vezetésével beírta Sárvár városának történelmébe a nevét is, hiszen volt iskolájának énekkarán, valamint magát a pedagógus kórusnak a közösségét évtizedeken keresztül a közös énekléssel, annak szeretetével formálta, s tette igazi, szerető családdá. Higgyük el mindnyájan, hogy a zene és az éneklés, ahogy az előbb is mondtam, fölemeli lelkünket az Istenhez, a lelki szárnyalás által. Így tapasztalhatjuk meg, hogy az ének és zeneszó nélkül, valahol talán egy kicsit sarkosan fogalmazva, sivár és mondhatnám üres lenne az ember élete. Ahogy a tavasz az életről beszél, a természetnek az éledésével, úgy a lelkes énekszó is az életről üzen nekünk. Számomra az egyik legkedvesebb évszak a tavasz, pontosan amiatt, hogy éled a természet, és mi is a téli álmunkból valami módon fölébredünk. Kívánom mindnyájuknak, hogy az itt együtt eltöltött idő segítsen bennünket abban, hogyha csak egy órára is, de kiszakadjunk a mindennapok rohanásából, és szívünk, lelkünk megerősödjék az angyalok karát ide varázsló, gyermeki, fiatal énekszó által. Szeretettel kívánom, hogy lelket fölemelő élményben legyen mindannyiuknak részük. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt Lébenes úr, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és én bízom abban, sőt tudom biztosan, hogy nem fogja megbánni, hogy a délutáni pihenését feladta a mai estén. És azt is tudom biztosan, hogy ezek a diákok, akik itt állnak, lényegben többek az átlagnál, csak ha végig tekint rajtuk, vagy végig tekintünk rajtuk, akkor ezt láthatjuk. Most őket fogják hallani, fogadják őket nagyon sok szeretettel.